Köszöntöm a kedves nézőket, ez a Deac magazin, a Debreceni Egyetem sportklubjának havonta jelentkező műsora. Az Újpesttel találkozik a Deac jégkorong csapata az Erste Liga negyed döntőjében. Az alapszakaszban a negyedik helyen végző debreceniek pálya előnnyel várhatják a rájátszást a hatodik lilafehérek ellen. A négy győzelemig tartó párharc előtt a főszereplőket kérdeztük a célokról, az esélyekről és az eddigi szereplésről. Hiába volt nagy teher a vállakon, a debreceni játékosok megállíthatatlannak bizonyultak a szezon legfontosabb mérkőzésén. A Deac az alapszakasz utolsó fordulójában 4-2-re győzött a MAC Újbuda ellen hazai égen, így bebiztosította a felsőházi pálya előnyt jelentő negyedik helyet az Erste Ligában. Mindezt az utóbbi évek legerősebb és legkiszámíthatatlanabb mezőnyében sikerült elérnie az együttesnek. Szerintem a liga színvonala most volt a legmagasabb, mióta mi visszatértünk Deac néven. És hihetetlen jó meccsek voltak. Ugye pláne úgy, hogy az volt a célkitűzés a szövetségben, meg a ligában a szezon elején, hogy hát csak tudjunk játszani a Covid miatt, hogy egyáltalán végig tudjon menni a bajnokság. A sikernek köszönhetően a csapat a negyed döntőben hazai környezetben kezdi meg az egyik fél negyedik győzelmig tartó párharcot. A csapatkapitány Berta Ákos a hatodik rájátszására készül Debrecenben. A rutinos játékos szerint felemás alapszakaszon vannak túl, de a java még csak most jön. Nagyon jó kezdtünk, a közepe is nagyon rendben volt. A végén januártán, amikor sűrűsödtek a mérkőzések, akkor egy kicsit kiengedtünk, és becsúszott pár nem várt vereség, de szerencsére sikerült elérni a célunkat, azt, hogy hazai pályán kezdjük a playoffot. A célok elérésében nagy szerepet vállalt Jan Dalecki. A nyáron a dán bajnokságból érkező cseh támadó első magyar szezonjában a góllövő lista harmadik helyén végzett az alapszakaszban. 36 mérkőzésen 43 pontot jegyzett, mellyel a csapat legeredményesebb tagja volt. Nem tudtam, mire számít csak a magyar bajnokság kapcsán, de bárhol is játszom, mindig nagy elvárásaim vannak magammal szemben. A vezetőedző meghatározó húzóemberként számított rám, aki az első két sorban kap helyet. Éppen ezért úgy jöttem ide, hogy szeretnék kiegyensúlyozottan jól teljesíteni és a csapat hasznára válni. A vezetőedző szerint idén minden eddiginél nagyobb harc folyt az első négy helyért. Az alapszakasz vége felé kisebb hullámvölgybe kerültek, de néhány bravúr győzelemmel sikerült kilábalni a gödörből. Jó mérkőzést játszottunk a Csíkszeredával idegenben. Nyertünk, és nagyon fontos volt a legutóbbi Fradi elleni győzelem is a fővárosban. Utóbbi mérkőzés nagy önbizalmat adott nekünk. Visszatértünk a helyes útra, megnyertük az utolsó alapszakasz meccseinket, és megszereztük a negyedik helyet. Hetényi Zoltán nélkül biztosan nehezebb lett volna elérni a szezon előtt kitűzött első számú célt, a felsőházat. A kapus több mint 93%-os védési mutatóval zárt, amely a legjobb a ligában a gyergyói Jordan Cook mellett. Nagyon sokat számít, milyen hátul a kapus teljesítmény. Az alapszakaszban 80%-ban rajta múlik a csapat sikere, a rájátszásban pedig 95%-ban. Zoli eddig szenzációs volt idén is. A hokiban a kapus és a védelem nyeri meg a kupákat. Ez örök igazság. A koronavírus persze így sem hagyta teljesen érintetlenül a bajnokságot. A minél gördülékenyebb lebonyolítás érdekében eltörölték a középszakaszt, így egyből a rájátszás vár a srácokra. A negyed döntőkben az Újpest lesz az ellenfél. Kimerem jelenteni, hogy ez a leghomogénebb csapat az elmúlt három év szezonjait összehasonlítva. Nagyon jó a hangulat, nagyon jó a társaság, nagyon jó a szellem. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy tényleg azok ütőképesek, bárkit meg tudunk verni. Reméljük, ezt majd az Újpest ellen be is tudjuk bizonyítani. David Musial együttese kétszer győzött, kétszer pedig vereséget szenvedett az alapszakasz hatodik helyén végző lilafehérek ellen. A Deacnak hazai környezetben kifejezetten jól megy az UTE ellen. Novemberben a szezon legnagyobb arányú győzelmét aratva 8-1-re győzött, januárban pedig 2-0-ás hátrányból fordítva nyert 3-2-re. Örülök, hogy az Újpestet kaptuk, szerintem legyőzhető ellenfél. Kaphattunk volna könnyebb ellenfelet, de egyáltalán nem bánom, hogy velük játszunk. Nem akarom elkiabálni, de szerintem, ha mindenki 100%-os teljesítményt nyújt, sikeresen vehetjük az első akadályt. Az idegenbeli siker viszont az elmúlt három évben egyszer sem jött össze a 13-szoros bajnok ellen, ezért is ér sokat az alapszakaszban kiharcolt pálya előny. Az Újpest az egy nagyon erős csapat, és nagyon célra törő hokit tudnak játszani, akár láthattuk, hogy voltak nagyon jó mérkőzéseik. Ugyanakkor voltak olyan periódusaik, amikor nem nyertek mérkőzéseket. Megpróbálunk azon lenni, hogy mind hazai pályán, mind idegenbe
megnehezítsük a dolgukat, illetve ne tudják a saját jégkorongukat játszani. A párosítások alapján ez talán a legkiegyenlítettebb párharc, éppen ezért az edző szerint a pillanatnyi forma fog majd dönteni. Mindenki a bajnoki címre hajt, de fokozatosan kell építkeznünk. Egy cél lebeg mindenki szeme előtt, ehhez viszont az első lépésként az Újpestet kell legyőznünk és bejutni az elődöntőbe. A 4 győzelemig tartó párharc első 2 mérkőzését itthon rendezik, továbbra is zárt kapuk mögött. Pikáns párharcot hozott a MOL Magyar Kupa sorsolása. A Deac a városi rivális DVSC-vel csapott össze a 8. fordulóban. A debreceni derbi több szempontból is különleges volt. Ismerősök, barátok, sőt családtagok találkoztak egymással, ezúttal ellenfélként. Közeli ismerősként üdvözölhették egymást a Deac és a DVSC játékosai és edzői a kupa meccsen. Az egyetemi csapat labdarúgói közül többek között Spitzmüller, Berecki és Szidibe is játszott korábban a Lokiban, az pedig külön érdekesség, hogy a piros-fehérek védője, Kinyik Ákos, éppen a Deacot edző Sándor Tamás lányát vette feleségül, azaz tulajdonképpen az após csapata ellen készült. Arról nem is beszélve, hogy a két jó barát, Dombi Tibi és Sándor Tamás ezúttal ellenfélként találkozott egymással. Ez egy teljesen pikáns mérkőzés, és nagyon sok barát játszik most egymás ellen, sőt családtagok is játszanak egymás ellen, úgyhogy mondhatjuk azt, hogy ugyanolyan, mint a többi, de egy picivel tényleg másabb, mint a többi mérkőzés, de ettől függetlenül szerintem, amikor elkezdődik a meccs, azért úgyis mindenki ugyanarra figyel, arra, hogy koncentrál, hogy minden jobban teljesítsen ő saját maga, illetve a csapata. Igazából az egész csapatot, az egész keretet, az egész stábot ismerem a DVSC-ből. Mostanában nagyon sokat is találkoztunk kint a stadionokban. Lassan már hozzászokik az ember. Dombi Tibor a DVSC pályaedzőjeként, Sándor Tamás a Deac vezetőedzőjeként ült a kispadon a kupa meccsen. Több 100 mérkőzést játszottak egymás oldalán piros-fehérben, de a labdarúgó pályafutásuk során sosem találkoztak ellenfélként. Edzőként viszont egyszer már összecsaptak. Az egymás elleni bajnokin a múlt év végén a DVSC 4-1-re legyőzte a Deacot. Dombi azt mondja, a győzelem ellenére még ő érezte kellemetlenül magát. Most decemberben szerencsére nem nekem kellett gratulálni, de inkább behúztam gyorsan az öltözőbe, hogy ne is kelljen szegénynek a 4 után még itt az én fejemet nézni, úgyhogy akkor beszaladtam. Hát remélem, hogy azért most is dévesztési kell lesz. Az egykori csapattársak a mai napig kiváló viszonyt tápolnak egymással. Egy-egy mérkőzés után meg is beszélik a tapasztalatokat, még ha nem is csak a futball körül forognak a gondolataik. Azzal kezdjük általában a focival, mi volt, hogy volt, bántja valami őt vagy engem, vagy elmondom, kimondom magamból, ami idegesít, vagy ő is ugyanígy, mondjuk ő kevésbé, mert nem ilyen típusú, de utána semleges dolgokról beszélünk. Ami a meccset illeti, a DVSC kezdett jobban, de nagy helyzeteket nem tudott kialakítani. Aztán egy átlövéssel mégis vezetést szerzett a vendégcsapat, Bévárdi Zsombor célzott pontosan. A kapott gól után valamelyest javult a Deac játéka, de ez lehetőségekben nem mutatkozott meg. A félidőben 1-0-ra vezetett a Loki. Az első 15 perce abszolút nem voltam elégedett, mert nem úgy játszottunk, ahogy én azt elgondoltam volna. Talán egy kicsit megilletődött is volt a csapat. Nem mertük a bátrabb előrefele játékot felvállalni. A második félidő elején Tisler duplázta meg a vendégek előnyét, a lelkesen játszó Deac azonban nem adta fel. Alig 10 perccel később az egykori Loki kedvenc, Szidibe Ibrahima harcolt ki egy büntetőt, majd ő maga értékesítette is. A 40 esztendős csatár azt mondta, különleges érzés volt betalálni korábbi csapata ellen. De ez a én csapatom. Amikor jöttem itt Magyarország, itt voltam szerintem 6,5 év, még mindig szívem a DVC-ben maradt, de az ez a kis DVC. A Deac újabb helyzeteket azonban nem tudott kidolgozni, sőt a kitámadó hazai csapat ellen inkább a Lokinak voltak még gólszerzési lehetőségei. Az eredmény azonban már nem változott, 2-1-re nyert a DVSC. Több kontraszituációban is szerezhettünk volna gólt, hogyha azokból esetleg egy gólt tudunk találni, akkor lezárhattuk volna előbb is a mérkőzést, de összességében pozitív lesz. Pozitívra értékelem az egész mérkőzést. A két csapat viszonyáról sokat elárul, hogy a DVSC játékosai közül 5-en is a Deacban futballoznak tavasszal kölcsönben. Debrecenben közös cél, hogy a város első számú csapata, a Loki, mihamarabb újra az élvonal meghatározó tagja legyen. A fiatal játékosok fejlődése érdekében a Deac kvázi fiók csapatként segíti a nagyobbik debreceni klubot.
beszélünk a vezetőkkel is, hogy teljesítenek, mert tényleg nagyon fontos lenne, hogy mikor kikerülnek az ifiből, akkor még tudjanak egy ilyen úgymond ugródeszka MB2-be futballozni, hogy utána MB1-es játékosok legyenek. Úgyhogy ez az, hogy a Deac MB2-es legyen, az nagyon fontos lenne a DVSC-nek is. A kupacsatát tehát a piros-fehérek nyerték, de az igazán nagy feladatok a bajnokságban várnak mindkét csapatra. A Lokinak fel kell jutni az NB1-be, a Deacnak pedig benn kellene maradni az NB2-ben ahhoz, hogy az NB3-as DVSC2-vel kiegészülve összeálljon a debreceni futballpiramis. A sikeres sportolói karrier után sem szakadt el szeretett sportágától Takács Dániel. Az egykori közönség kedvenc kosárlabdázó a Deacban találta meg a hivatását. Rehabilitációs edzőként ma már a háttérben dolgozik a csapat sikeréért. Átmozgató edzésre érkezik Takács Dánielhez Polyák László. Ők akár csapattársak is lehetnének, de úgy hozta az élet, hogy Laci, mint a Deac csapatkapitánya, Taki pedig, mint rehabilitációs edző dolgozik a debreceniek sikeréért. A szakembernek persze így sem kell szégyenkeznie. Egyedülálló módon 6 országos diákolimpia győzelmet szerzett a Tóth Árpád gimnáziummal. Vezére volt a 2004-ben U18-as bajnokságot nyerő együttesnek. Felnőttként pedig magyar kupa döntős volt a debreceni Vadkakasokkal. Hát a kosárlabda az a testvéreim által került be az életembe, mind a két bátyám kosárlabdázott, és miattuk szerettem meg ezt a sportot. A legidősebb testvérem ide került Debrecenbe kosarazni, és akkor így adott volt, hogy a általános iskola befejezése után én is jövök utána, a Tóth Árpád gimnázium barátai tanárúhoz kerültem, és akkor végigjártam a korosztályos csapatokat. Emellett az iskolapadban is kimagaslóan teljesített és tudatosan készült a profi karrier utáni életre. Édesanyja tanácsára választotta a gyógytornász szakot, amiért a mai napig nagyon hálás neki. Muszáj volt B-tervet is fenntartani. Ugye gyógytornászként végeztem itt a Debreceni Egyetemen, és már a végzés után jó pár évig a kosárlabda mellett már dolgoztam is, és miután abbahagytam az aktív játékot, jött ez a lehetőség, hogy itt a csapatnál itt maradhatok, mint stábtag. Később rehabilitációs mesterdiplomát is szerzett a Debreceni Egyetemen. Több hazai és külföldi továbbképzést végzett el, és vált a régió egyik legelismertebb szakemberévé. A hosszú évek alatt megszerzett tudást 5 éve már a Deac első csapatánál kamatoztatja. Véleménye szerint sportáktól függetlenül egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a rehabilitáció szakemberek a profi sportegyesületeknél. Külföldön ez már évek óta megy, Magyarországon az elmúlt pár évben kezdett ez úgy kialakulni. Itt minél több szakma veszi körül a csapatot, annál több segítséget tudnak kapni. Az én feladatom per pillanat az ugye a sérülések rehabilitációja, vagy a preventív foglalkozások tartása, de szorosan együttműködünk az edzői stábbal, az erőnléti edzővel. A játékosok maximálisan megbíznak benne, és szívesen fordulnak hozzá, akár sérülésről, akár megelőzésről van szó. Régebben az volt a módi, hogy a kórházba bejártak rehabilitálni, vagy elmentek esetleg másik városba rehabilitálni, mert nem tudtak kihez fordulni, de most ez itt helyben meg van oldva, és úgy látom rajtuk, hogy bizalommal fordulnak a szakemberek felé, szinte minden nap dolgozunk együtt, egy-egy játékossal, vagy több játékossal. Nem feltétlen kell sérültnek lenni ahhoz, hogy a gyógytornásszal dolgozzon valaki. Taki munkáját nagyban segíti, hogy mind a szakmai stáb, mind a játékosok értékelik és elismerik fáradozásait. Az évek során a munkakapcsolat barátivá vált közöttük. Csapatsportoló voltam, és ott egy csapat együtt minden nap azért küzdött, hogy a csapat eredményes legyen. Ugyanez megmaradt így a munkaterületén is, tehát mindenkinek meg kell tennie a maximumot. Részemről ez, hogyha a legjobb rehabilitációt jelenti, vagy a legjobb preventív foglalkozásokat jelenti, akkor mindenkinek a tudása szerinti legjobbat kell nyújtani ahhoz, hogy együtt a csapat eredményes legyen. Taki szerint a tudatos építkezésnek köszönhetően az együttes már a bajnokság egyik legjobb csapatává nőtte ki magát. A sok viszontagság ellenére összeállt a csapat, és nagyon együtt vannak. Elképesztő munkát végeznek el az edzők, a játékosok is nap mint nap. Én úgy gondolom, hogy ez a győzelmi széria ezt is mutatja. Ugye most a bajnokkal fogunk találkozni a hétvégén, de a srácokból bármi lehet, és a srácokból kinézem, hogy bármi lehet. Én úgy gondolom, mindenkinek méltó ellenfelé vagyunk ebben a bajnokságban, és nagyon bízom benne, hogy a kitűzött célt el fogjuk tudni érni.
Létezik fiús vagy lányos sportág? Kell-e féltenie magát egy nőnek, ha a futballt választja? Két olyan kérdés, amit sokszor hallanak a Deac U17-es leány futszal csapatának tagjai. Pedig szerintük teljesen egyértelmű, hogy ma már egy nő is futhat be komoly karriert labdarúgóként. Lelkesek, céltudatosak és határozottságért sem kell a szomszédba menniük a Deac lány futszálosainak. Az U17-es csapat hétről hétre az első osztályban játszik mérkőzéseket. A keretet 10 lány alkotja, akik közül többen nagy pályán is erősítik a klubot. Szeretem, hogy gyors és pörgős, meg hát kisebb a pálya, hogy könnyebb érvényesülni, mint például nagy pályán. Viszont én nagy pályázni is szeretek, az is foci. Az összefüggés nem véletlen, hiszen egyre népszerűbb itthon a nagypályás labdarúgás. Több a televízióban közvetített mérkőzés. Emellett ma már kiemelt képzési központok és akadémiák is foglalkoznak a lányokkal. A nagypályás futball térhódításából pedig a futszál is profitál. Meg tudjuk ismertetni az által a futszalt, mint a labdarúgás egyik szakágát a lányokkal. Úgyhogy párhuzamosan a nagypályás labdarúgással a futszal is egyre népszerűbb a leányok körében. A Deacnál az is megtalálja a helyét, aki szabadidősportot keres, és az is, aki megélhetést remél a sportáktól. Az U17-es játékosok céljai is vegyesek. Nyilván vannak olyan lányok, akiknek inkább csak egy hobbiként, egy kiegészítésként szolgál ez a futszal. Ugyanakkor róluk is elmondható, hogy teljes komolysággal veszik, szerencsére, úgyhogy tényleg dicsérni tudom a társaságot. És vannak olyan lányok, akik én úgy gondolom, hogy akár magasabb szinten felnőtt korukban is tudnak majd akár nagy pályán, akár futszalban is sikereket elérni. A lányokban közös, hogy szenvedélyesen szeretik a labdarúgást, legyen az kis vagy nagy pálya. Van, akinek a családi hagyományok, másnak egy fiú testvér kellett ahhoz, hogy ez kialakuljon. Eleinte tesóm járt erre a sportágra, és nagyon megtetszett, mivel sokat jártunk ki a kertbe együtt focizni, és ezáltal kedvet kaptam, és elmentem egy edzésre. Szerintem rengeteg kihívás van benne. Egyedül ugye nem nagyon lehet játszani, nem tudsz magaddal passzolgatni, és így sokszor kihívott, és nem tudom, így megtetszett nagyon. Utána a suliba is elkezdtem. Már nagyon kiskorom óta focizok, a családban mindenki focista volt többnyire, vagy mindenki focizott. Szóval hát így innen, aztán én is elkezdtem focizni, akkor öcsém is focizik, anyukám kosarazik, a keresztanyám is kosarazik, szóval hogy a sportokhoz mindenkinek van köze. Abban mind egyetértenek, hogy a csapatjáték sokat fejlesztette a személyiségüket, és magukra is összetartó társaságként tekintenek. Erre szükség is van, hiszen hiába a sportág növekvő népszerűsége, úgy tapasztalják, még mindig él a sztereotípia a nők és a futball viszonyáról. 7 éve csinálom, 7 éve sportolok ebben a sportágban, és ennél ragadtam meg. Én nagyon szeretem, és ugyanúgy az összes lány így van vele, mert szerintem nincs olyan, hogy fiús vagy lányos sport. Mégis gyakran megkapják a kérdést, nem féltik-e magukat ebben az egyébként sok kontakttal járó sportágban? Egyáltalán nem. Aki meg igen, vagy nem úgy áll hozzá, szerintem ott pedig a hozzáállásán van baj. Szerintem mi is ugyanúgy oda tudunk lépni, mint akár a fiúk, és ugyanúgy oda tudjuk tenni magunkat. Van, aki félti, hát én általában nem szoktam, mert vagy felállok, vagy ha épp olyan sérülésem van, ugye csak így gyógyulunk belőle egyszer. A csapat a korosztályból kiöregedett lányok távozása után szinte teljesen újjá alakult az elmúlt nyáron. A vezetőedző Kirikó Vivien és a kapusedző Torma Lilla is hajdúböszörményből érkezett a szezon előtt. Utóbbi maga is játszik a felnőtt csapatban. Velük együtt további 6 utánpótlás játékos csatlakozott a Deachoz böszörményből. A sok sportolási lehetőség miatt nem egyszerű bevonni új lányokat az utánpótlásba, de az egyetemi csapatnál is egyre kiemeltebb szegmensként tekintenek a női labdarúgásra.
Egyre több nagypályás leánylabdarúgó csapatunk van, és ezzel párhuzamosan ugye próbáljuk a futsalba is bevonzani a lányokat, és szerencsére azt elmondhatom, hogy ez sikerül, hisz van most már U16-os, U19-es labdarúgó csapatok, emellett az U17-es futsaloknak is a létszáma egyre növekszik, úgyhogy úgy gondolom, hogy fejlődő tendenciát mutatunk. Tervekből nincs hiány, az eddigi jelek biztatóak. Ha országosan még népszerűbbé válik a sportág, azzal a Deac is sokat nyerhet. Adásunk végén következzen a hírblokk, melyben összefoglaljuk az elmúlt hónap egyéb eseményeit. Nagy arányú vereséget, meglepetés győzelmet és értékes döntetlent is találunk a Deac labdarúgó csapatának elmúlt egyhavi eredményei között. A február elején lejátszott Siófok elleni hazai meccsen semmi sem jött össze a debrecenieknek, a vendégegyüttes 5-1-re nyert a Dóczi utcán. A következő fordulóban Nyíregyházán kapott ki 2-0-ra a Deac, majd jött a Szolnok elleni hazai mérkőzés, amit viszont nagyon fegyelmezett és szervezett játékkal 2-0-ra megnyert az egyetemi csapat. Ezt követte a győri 1-0-ás vereség, majd egy nagyon értékes 1-1-es döntetlen a harmadik helyezett Gyirmót ellen. 27 forduló után a Deac továbbra is sereghajtó, és jelenleg 12 pontra van a bennmaradástól. Ahogy arról a műsor elején is beszámoltunk, a negyedik helyen zárta az alapszakaszt a Deac jégkorong csapata az Erste Ligában, így pályaelőnnyel várhatta az Újpest elleni negyeddöntőt. Ahogy az a március másodikai, illetve harmadikai mérkőzésen is kiderült, a hazai pálya előnyét sikerült is érvényesíteni a debreceni együttesnek. Az első meccsen Kulesov, Türkot és Vokla góljainak köszönhetően 3-2-re győzött a Deac, másnap pedig egy szintén nagyon szoros mérkőzésen Novotny, Izacki, Dalecki és Berta góljaival 4-3-ra nyert az egyetemi csapat. Az egyik fél 4 győzelméig tartó párharcban így 2-0 arányban vezet a Deac, és készülhet az újpesti 2 mérkőzésre, amit már ezen a hétvégén lejátszanak a felek. Mindössze 2 mérkőzést játszott a harmadik helyen álló Deac a kosárlabda élvonalban legutóbbi adásunk óta, de mind a kettőt meg is nyerte, méghozzá 2 közvetlen rivális ellen. Február elején a negyedik helyezett Szegedet fogadta Kovács Adrián csapata, és a visszafogottabb első félidőt követően a harmadik, majd főleg a negyedik negyedben mutatott lehengerlő játékának köszönhetően 93-84-re győzni tudott. Február 27-én az 5. helyen álló Albafehérvár ellen ismét remekül hajrázott a Deac. Az első háromnegyed kiegyenlített játékot hozott, a zárójáték részben azonban 4 pontos hátrányból indulva szerzett 7 pontos előnyt a debreceni együttes, és végül 102-95 arányban megnyerte a mérkőzést. A Deac 23 lejátszott meccs után a harmadik helyen áll a tabellán. 2 vereséggel zárta az alapszakaszt a futsal NB1-ben a Deac. Előbb a Veszprém elleni hazai mérkőzést veszítették el 5-2 arányban, majd Kecskeméten kaptak ki 3-2-re. A célokat tekintve ez is belefért, hiszen a debreceniek az 5. helyen zárták az alapszakaszt, és így a felsőházban kezdhették meg a rájátszást. Február 22-én már a rájátszás első fordulójában a Deac ismét megküzdött a Veszprémmel, az a meccs 3-3-as döntetlent hozott. 3 nappal később pedig a listavezető haladást látogatott a Dóczi utcára, és esélyeshez méltóan győzött is, de talán a vártnál nagyobb különbséggel 5-0-ra. A Deac továbbra is 5. a bajnoki tabellán. Ez volt a Deac magazin márciusi adása. Új műsorral és újabb érdekességekkel legközelebb áprilisban jelentkezünk majd. Én köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!